Bércesi András, a MediaEger Kft. Igazgatója. Ismerhetjük a Város Televízióból, a TV Egerből, ismerhetjük, mint újságírót. András, itt vagyunk Egerben, a Dobótéren, a Bikavér ünnepen. Kezedben egy nagyon ízletes bikavér. Mit ajánlanál azoknak, akik most az óceán túlpartján nézik ezt a filmet? Én azt ajánlom, hogy mindenképpen próbálják ki, kóstolják meg a borokat, a magyar borokat, és köztük az egri borokat, mert ezek olyan csodát tartogatnak, amit kizárólag a tapasztalás útján lehet megízlelni. Lehet arról beszélni, lehet arról mesélni, hogy ez a bor ez szép, ez a bor ez finom, de úgy gondolom, hogy meg kell keresni azokat a kiváló termelőket, akik egy ilyen rendezvényen is bemutatkoznak, letettek már valamit az asztalra, és tudják azt, hogy nekik hitelesen minőséget kell bemutatniuk. A fogyasztóknak pedig az a dolguk, hogy minél többen legyenek, minél igényesebbek legyenek, és adjanak visszajelzéseket a termelőknek. Úgy gondolom, hogy ez a mai rendezvény, ez a háromnapos rendezvény kitűnő alkalom arra, hogy egy keresztmetszetet kapjunk a bikavérek legjavából, és ugye a bikavérek nyomán pedig a többi egri borból is, mert tudjuk, hogy az egri borvidék rendkívül színes, a fehér borok és a rozék, a schillerek is ugyanúgy megtalálhatóak itt kiváló minőségben. Azok, akik Magyarországot és Egert szúrják ki úgymond úti célul, mit találhatnak itt Egerben a boron kívül? Én úgy gondolom, hogy Eger el van kényeztetve látnivalókkal, az Egerben látogatók pedig még inkább elfoglaltsággal, hiszen itt van a gyógyvíz, ami kitűnő, minősített gyógyvíz, azzal is el lehet tölteni egy néhány napot a kitűnő gasztronómiai élmények mellett, és hát ne feledkezzünk meg a történelmi nevezetességekről és a kiváló kulturális kínálatról. Úgy gondolom, ez komplexen egy olyan programot jelenthet egy egész családnak, amiért érdemes itt jó néhány napot eltölteni. Elsőként a díjátadáson találkozhatunk egy televízió személyiséggel, Dorkó Zsuzsával, aki a kezeid alatt dolgozik a Város Televízióban itt Egerben. Milyen díjat kapott ő és mivel érdemelt ez ki? Ő Eger szőlő és borkultúrájáért díjat kapta meg, azért, mert nagyon lelkiismeretesen és kitartóan foglalkozik a sajtóban a borászokkal, a szőlészetkel, és mindazzal az ügyel, ami által fontossá lehetnek és eredményesek lehetnek ezek a termelők. Úgy gondolom, hogy méltán érdemelte ki ezt a díjat. Egyébként elsőként kapta meg újságíróként, korábban szőlészek, borászok kapták. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy egy kollégámat ilyen megtiszteltetésért. Köszönöm szépen, és mi lenne az a végszó, mert részemről az, hogy egészségedre, és mit üzensz akkor utolsó szóként a külföldön minket nézőknek? Kóstolják meg az egri borokat, és jöjjenek el ide, itt is kóstolják meg.